Na, srácok, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a legkínosabb képek című sorozatomnak a negyedik epizódjában. Rengetegen szerettek kínos képeket nézni és rajtuk röhögni, szóval megpróbáltam ma is összegyűjteni pár olyan képet, amivel fel tudlak dobni titeket. És bízom benne, hogy sikerülni is fog. Ha csipázod ezt a sorozatot és szeretnél még folytatást látni belőle, akkor már most jelsz fel a like gombnak a megnyomásával, és akkor csapjunk is bele a kínos képek nézésébe. Te, aki most nézed ezt a videót, azt tettem hozzád a kérdés, hogy neked van a legjobb barátod, azaz BFF-ed. Szóval rengeteg embernek van legjobb barátja, aki ez nagyon-nagyon erős szálak köti, és hát arra gondolnak, hogy legyen egy közös tetoválásuk. Ami hát valljuk be, egy nagyon merész ötlet, mivel, ahogy tartja a mondás, semmi sem tart örökké. Oké, tegyük fel, hogy csinálsz a BFF-eddel egy közös tetoválást, de hát akkor a tetoválásod ne spóroljunk már. Mert látjátok, ez sület ki belőle. Nagyon-nagyon gáz kép, és a két lány még büszkén kitette ezt Facebookra, hogy megvan a közös tetoválásuk. Hogyha nem tudnád, hogy ez micsoda, ez két darab száj. Nem tudom, melyik tetováló művész csinálta ezt, meg hogy milyen suknitett kúszba mentek, meg mennyit fizettek érte, azt sem értem, hogy az emberek a tetoválás, ami örökké rajtuk marad, miért akarnak spórolni. Tehát láthatjátok, hogy tényleg a tetoválás egy olyan dolog, amiért jobb elmenni egy biztos, de drágább helyre, különben ilyen dolog sülhet ki belőle, mint ami ezen a képen van, ami szerintem roppantul kínos, és én a helyükben nem igazán mutogatnám ezt büszkén a Facebookon. A legtöbb ember a boldog pillanatait nagyon szereti megosztani a közösséggel, és ugye erre talán a legjobb dolog a Facebook. Viszont kétszer is át kell gondolni, hogy mit írunk ki Facebookra, mert nem biztos, hogy jól jövünk ki belőle. Itt láthatjátok a képet, hogyha nem menne az angol, akkor segítek a fordításba. Annyi a lényeg, hogy a kedves illető azt írta ki, hogy a második randiára készül a barátjával ezen a héten vasárnap. Ami átvalljuk be egy több boldog dolog, hogy sikerült megtalálni a párját. Várjatok csak, várjatok. Jön a komment a fiútól. Azt írja, hogy hello, hát én csak barát szeretnék lenni, mivel nem vagyok készen egy barát-barátnő kapcsolatra. Hát igen, valószínűleg ez kár volt posztolni Facebookra, mert egy eléggé csúnya beégés lett a vége. Only friendzone. Tehát a csajt egy picit friendzónolták most. Akik szoktam utazni este tömegközlekedésre, azok biztos láttak már olyan embert, akik vagy a metrónál, vagy a villamosnál hánynak. Picit túl sokat ittak, vagy valami másból csináltak túl sokat, ki tudja, és hát útközben jön rájuk a rosszul lét. Ez itt Budapest a 4-es-6-os vonalán szinte mindennapos. Következő kép, amit megnézzük, ehhez fog kapcsolódni, itt is van a kép, srácok, láthatjátok. Ott van az aláírás, hogy belehánytam nagyon sokat a kukába, és ekkor egy totálisan idegen ember elkezdett mellettem hányni. Hát láthatjátok egy nagyon mester ilyen lencse végre kapott fotót itt magatok előtt. Eléggé random élmény, tehát ilyen szerintem nem történik azért minden nap, főleg nem úgy, hogy lefotózzák és felkül az internetre. Igazából itt a nagy kérdés az az, hogy a csávó azért kezdett el hányni, mert látta, hogy a lány az hány a kukába, vagy azért, mert ő is túl sokat ivott, és egyszerre mindkettőjükre akkor jött rá a rosszul lét, amikor éppen odaértek a metróhoz. Nagyon sok ember imád ősszel kitenni menő faleveles képeket. És hát el is kell ismernem, hogy nagyon jó képeket lehet a rengeteg falevéllel lőni, csak hát ugye a földön, a falevelen kívül lehet mást is találni. Éppen ezért, hogyha lövünk esetleg ilyesmi képet, akkor mielőtt publikáljuk azt, nem árt átnézni még hozzá alaposan. Itt láthatjátok a képet, srácok. Elsőre szerintem nem is láttok rajta igazából semmi különlegeset, egy nő van rajta sapkába, két szemét eltakarja falevelekkel, és falevelek között van. Viszont, hogyha a jobb felső sarokra ráközelítünk, akkor láthatjuk, hogy egy kutyaszar is ott díszeleg a képen, ami valószínűleg a kép alkotójának abszolút, de nem tűnt fel, hiszen egyből posztolta a Facebookra, hogy hadd lássák a ismerősei, hogy ő bizony zoral, és egy kutyaszarral tud szelfizni. Jött is egy ilyen komment, hogy nagyon tetszik ez a kép, de meg kell, hogy kérdezzem, hogy az egy adag szar egy óránál a képen. Hát bizony, gyerekek, ahogy ti is láthatjátok, az egy adag szar a képen. Szóval tényleg bármilyen képet töltötök fel, figyeljetek a részletekre, mert nagyon csúnya beégés lesz, hogyha valami hibát hagytok rajta. Nagyon sok ember varrat magára dalszövegekből tetoválást, hát én is ezt tettem, hogy őszinte legyek. És hát át kell nézni a dalszöveget kétszer is, tehát én is amikor elmentem varratni, akkor 2-3-szor leellenőriztük, hogy biztos minden helyesen van-e leírva, vesszők helyesen vannak elhelyezve, stb. Hiszen, hogyha nem néztek át a dalszöveget, amit magatokra varratotok, és maga a tetováló is balfasz, és nem tűnik fel neki a hiba, akkor ez jöhet ki az egész szituációból. It is my life, ami eleve It's my life, és a Bon Jovi helyett John Bovi.
Egyszerűen nem értem, hogyha van egy olyan előadó, akit kedvelek, akkor legalább tudjam a nevét leírni helyesen. De láthatjátok, neki az egyik kedvenc zenéje az It Is My Life John Bobby-tól. John Bobby biztos valami New School előadó, csak lehet én vagyok lemaradva, mert konzervatív fasz vagyok. Az a helyzet, hogy a 21. században már annyi frizura közül választhatok, hogy egyszerűen nehéz szó szerint dönteni, viszont tényleg vannak olyan nagyon különleges frizurák, mint amit most fogtok ti látni. Kinek volt gyerekkorában az az álma, hogy helikopter legyen? Ha neked talán ez volt az álmod, akkor írd le a komment szekcióba, hiszen itt láthatjátok a képen látható lánynak az volt az álma gyerekkorában valószínűleg, hogy helikopter legyen, és hát felnőtt korára, ha nem is teljes működése, mert repülni valószínűleg nem fog tudni, de sikerült neki. Ahogy láthatjátok, nem tudom melyik fodrász vállalta ezt a frizurát, de egy helikoptert varázsoltak Csóró Gárcsnak a fejére. És srácok, ez is érkezik a mai utolsó képünkhöz. Ugye itt Budapest is a turisták rengeteg látványossággal szoktak fotózkodni, szelfizgetni, bármi. Most lesz ez másképp, csak ez a kép éppen nem Budapesten készült. Ugye van, hogy egy képet többször is el kell készíteni, főleg, hogyha a háttérben valami nevezetesség van, hiszen rengetegszer hiába nézel te ki jól a képen, hogyha egyszerűen a háttérbe valaki belerondít. Most is így van, láthatjátok a képen, viszont ez a kép szerintem így lett zseniális, a képen látható öreg úr akart egy képet nyomni a mögötte levő buildinggel, nem tudom, hogy mi az. És hát éppen egy biciklis meg a háttérbe neki ment egy oszlopnak, és a lehető legzseniálisabb pillanatban kapták el ezt a képet, amikor éppen telibe lefejeli a biciklis azt az oszlopot. A bicikli pedig függőleges helyzetben van már, a csávó pedig mindjárt orra esik. Nos srácok, ez is lett volna a mai videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és pár képen tényleg tudtatok abszolút nevetni, mert szerintem azért sikerült összeszedni pár jó képet. Hogyha bejött, akkor a like gomb megnyomással jelez velem, nyugodtan oszd meg a barátaiddal, hadd nevessenek ők is egy jót. Hogyha még nem követsz, akkor ahogy már mondtam, párszor feliratkozás gombra kattintva, azt is megteheted. És a következő videóban találkozunk, ti jók legyetek, én pedig Dazis voltam. Csá-csá!